Köszöntjük kedves nézőinket, Kucsma Barbara vagyok, Önök a Szikszó TV hírműsorát látják. Minden héten pénteken megmutatjuk Szikszó és környéke legfontosabb és legérdekesebb eseményeinek beszámolóját. Meggyújtották a negyedik, egyben utolsó gyertyát Szikszó és Alsóvadász adventi koszorúján az elmúlt hétvégén. Szikszón az egyházak helyi képviselőinek ünnepi gondolatait és az egyházi kórusok karácsonyi dalait hallhatta a közönség, Alsóvadászon pedig a községi vegyeskar ünnepi műsora segítette a karácsonyra hangolódást. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket negyedik adventi gyertyagyújtásunk alkalmával. Karácsony kapujában vagyunk. Kapu azt jelenti az ember számára, hogy már odaértem valahova, de még nem léptem be rajta. A hideg idő ellenére ismét sokan kilátogattak Szikszóváros főterére, ahol az adventi koszorú utolsó gyertyáját gyújtották meg. Szarvas István római katolikus plébános ünnepre hangoló szavait követően közös imádság és éneklés vette kezdetét, majd Csomós Jánosné tiszteletes asszony és Moldván Tibor görög katolikus parókus is megosztotta Krisztus születéséhez kapcsolódó gondolatait. A korábbi évekhez hasonlóan idén is a Vadméz római katolikus kórus és a Hajnalcsillag református ifjúsági énekkar emelte az adventi gyertyagyújtások fényét. Kedves testvérek, nagyon örömmel köszönjük meg mindenkinek, akik eljöttek akár szombatonként is. Közösen imádkozhattunk itt az adventi koszorú mellett is. Mindig egyre fényesebb lett itt körülöttünk ez a koszorú. Kívánok mindenkinek egy olyan áldott szép békés karácsonyt, amit igazán Jóisten közelében a templomban töltünk el legalább a szent estén, és aztán pedig családjaink, családtagjaink körében. Ha jön a vég, illik az ég, a szívünk boldogságtól ég. Oda hívja hívét atyám, örök élet várod rám. Ha jön a vég, illik az ég, a szívünk boldogságtól ég. Oda hívja hívét atyán, örök élet várod rán. Minden ember szeretettel borul földre imádkozni. Az én kedves kis falumban a Messiás boldogságot szokott hozni. Alsóvadász főterén is szép számú közönség gyűlt össze advent negyedik hétvégéjén. Az utolsó ünnepi gyertyagyújtáson Mészáros Viktória nagy tiszteletű asszony ezúttal a türelmes várakozásra, az önzetlen szeretetre, a megbocsátásra hívta fel a figyelmet, Szemán János polgármester úr pedig a pénzben nem mérhető ajándékok fontosságát hangsúlyozta. A szeles időjárás miatt átfagyott kezeket forró italok, a szíveket pedig a helyi kórus karácsonyi dalai melengedték. Ma a negyedik gyertya kerül meggyújtásra, amelynek színe ismét a lila. Ez a gyertya az utolsó az adventi koszorún. A szeretetet, valamint keresztelő Szent János szimbolizálja, aki erre a csodálatos emberi érzésre támaszkodva hirdette Jézus eljövetelét, megnyitva felé az emberek szívét. A keresztény tanítás szerint ezen a napon egy lila lepelbe bújt angyal érkezik a földre, aki kezében egy lanttal, sok kis angyal kíséretében a tiszta szívű emberekhez énekel. A dal, amelyet zengenek, a békét és az újjászületést hirdeti. Pásztor és bőr.
az adventi negyedik gyertya meggyújtására gyűltünk össze, és ha Isten segít bennünket, holnap este már karácsony ünnepét ünnepeljük. De, mint ahogy mindig elmondom, Istenünk ma is szól hozzánk. A János apostol első levelének 4. részének 17. és 18. verséből a következőképpen. Abban lett teljesi a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé, mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is e világban. A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Már néhány NAV hatáskörébe tartozó ügyet is intézhetnek lakóhelyükhöz közel a szikszói járáshoz tartozó települések lakói, hiszen a Nemzeti Adó és Vámhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Adó és Vámigazgatósága új ügyfélszolgálati helyet, úgynevezett NAV-ablakot nyitott december 21-én a szikszói kormányablak épületében. Sokan kérdezték tőlem, hogy akkor itt most tulajdonképpen milyen ügyeket is lehet intézni. Akkor elmondtam, hogy többek közt még családtámogatás és szociális ügyeket is az okmányirodai feladatokon túl. Azt mondták, hogy hát jó, de ők inkább a megszokott ügyintézési helyeket választják Miskolcon. Ez volt 2015. augusztusában. Múlt héten viszont már megkérdezték tőlem, hogy Szikszón nyílik-e napügyfélszolgálat, mert már Mezőcsától átadták. Ebben az évben, 2017-ben elindult a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál a NAV ablak a kormányablakban program, ez az elnevezése a programnak, és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a Borsod-Abaúj-Zemplén megye Adó és Vámigazgatóság 8 járásban alakítja ki a kormányablakon belül a NAV ügyfélszolgálati pultot, lehetőséget. Ezek közül az egyik ugye Szikszó. Úgy gondoltuk, hogy közelebb megyünk az ügyfelekhez, hiszen egyébként ez a NAV-nak a legfőbb stratégiai elhatározása és döntése. 2016. január elején született meg az a döntés, hogy minél inkább ki kell szolgálni az ügyfeleinket, tehát ez is ennek az intézkedésnek a része. Polgármesterként mindig nagy öröm számomra az, amikor a település valamelyik egysége fejlődik. Azt gondolom, hogy a okmányiroda azon szegmense a településnek, amelynek az elmúlt időszakban rendkívül jó híre lett, hiszen az első idegességek után, amikor kiderült, hogy itt majd okmányiroda fog nyílni, akkor mindenki meg volt ijedve, és nem tudták, hogy mi fog történni, aztán kiderült, hogy ennél jobb dolog ritkán történik egy település életében, amikor jó körülmények között, jól felkészült kollégák tudják fogadni az ügyfeleket, és én azt gondolom, hogy polgármesterként nagyon sokszor hallom, hogy a szikszói okmányirodának nagyon jó híre van, gyors az ügyintézés, pontos, kedvesek a kollégák, és hát ez mindenféleképpen a település számára is nagyon fontos. Jelenleg még nem teljes körű azoknak az ügyeknek az intézési lehetősége, ami majd esetleg a későbbiekben mondjuk 2018-ban bevezetésre kerül. Jelenleg személyi jövedelemadó bevallással, egészségügyi szolgáltatási járulékkal, adókártya ügyintézéssel kapcsolatban fordulhatnak a magánszemélyek, őstermelők leginkább az ügyfélszolgálati ügyintézőhöz, de beadványokat is adhatnak le, fizetési, könnyítési kérelmeket is leadhatnak, tájékoztatáskérés, és segítenek a kollégák egy-egy tanáccsal, hogy milyen ügyben, milyen beadványt hová lehet benyújtani. Vendégek vagyunk itt önöknél, de a kezdetektől fogva, tehát itt egy évvel ezelőtt beindultak az egyeztetések, a technikai feltételek, a személyi feltételek, a logisztikai feltételek, informatikai feltételek tekintetében, és én úgy tapasztaltam, hiszen húztam más országot, hogy minden működik. Tevékenységünket érintően pedig elsősorban magánszemélyek és egyéni vállalkozók, őstermelőket céloztuk meg. Persze minden ügyfelet szeretettel várunk.
két ügyintéző lesz, aki majd ellátja ezt a feladatot, ők fogják egymást váltani, és heti 3 alkalommal lesz lehetősége majd a környéken élőknek, hogy ide látogassanak, hétfőn, csütörtökön és pénteken. Pénteken egy rövidített nyitvatartással várjuk őket. A Remény Karácsonya elnevezésű kezdeményezés keretében mintegy 300 gyermek ismerhette meg személyesen a DVTK sportolóit, akikkel közösen játszhattak és beszélgethettek a Lilafüredi Kalandparkban. Az egész napot felölelő eseményen állomásonként váltakoztak a színes és izgalmas programok, és a karácsonyról, a szeretetről is sokat tanultak a résztvevő örökmozgók, köztük néhány szíkszói gyermek is. A ritka percek sejem szalagják, most együtt bontsuk fel. A számlát úgysem veszíthetjük el, most mégis rejtsük el. S mint szelíd kéz a lázas gyermek forró homlokán, vagy rossz álom, ha felri azt is, oda bújsz hozzám, olyan jó, jó, jó. Te mondd, mit ér az ünnep? A rendezvény az 300 rászoruló gyereknek a megajándékozásáról szól, azért, hogy ők is tudják, hogy miről szól a karácsony. Negyedik alkalommal szervezzük meg, és igazából a rendezvény célja az lenne, hogy olyan gyerekeket hozzunk ide a rendezvényre, akik máshol nem kapnának ajándékot, vagy csak nagyon csekély ajándékot. Borsod megye településeiről, különböző településeiről érkeztek, Kazincz, Barcika, Encs, Mócsony, Kisgyőr, de Miskolcról is sokan jöttek, sok gyereket hoztunk. A gyermekeknek volt egy ajándékgyűjtési akciónk, az egészen december elejétől már tartott. Én a zsemétteremnek és a kávézónak vagyok a tulajdonosa, és ott az étteremben is gyűjtöttünk ajándékokat neki. Vendégek hoztak sok ajándékot, illetve különböző gyűjtőpontjaink voltak, ahova le lehetett adni. Például taxisoknak is lehetett, mert ők is csatlakoztak hozzánk, ők is hoztak sok ajándékot. És azt, ha leadták, azt a gyerekeknek mi külön becsomagoltuk egyesével, névre szólóan mindenkinek, mert le volt adva egy lista, hogy ki fog érkezni. Azt itt meg fogják kapni a záró ceremónia után. Mindamellett kapnak egy egész napos élményt, az tartalmaz lézerharcot, fotózzuk is a gyermekeket. A fotózás után kapják rögtön a képet, azt kreatív foglalkozás keretében ők feldíszítik maguknak, képkeretet csinálnak hozzá, lesz biliárd, csocsó terem nekik, lesz énektanulás, ott betanulnak 3 éneket, amit a végén Jancsó Dórával és a Csiribiri együttessel közösen elénekelnek majd a gyerekek, lesz nekik egy meglepetés tűzijáték, étkeztetés is van a programok között, illetve különböző tippelő versenyek, tabletekkel fognak játszani, amikkel ők valószínűleg nem nagyon találkoznak így a hétköznapok folyamán. Hoztunk a játékosokat a DVTK kosárlabda csapatából, a labdarúgó csapatból, a röplabda csapatból és a jeges medvék is itt vannak kint. A gyerekek itt velük különböző játékokat fognak játszani, itt fent a közösségi téren. A játékosok itt várják a gyerekeket fent, és ők mindenféle eszközt kipróbálnak, amit a játékosok használnak. Illetve itt vagyunk egyébként a Lilafüredi Kalandparkban, ez a rendezvénynek már a második éven ez a helyszíne, itt próbáljuk színesebbé tenni a gyermekeknek a karácsonyát. Színvonalas táncos musical estet szervezett a Ford & Stan Studio csapata december 20-án Szikszón. A 2 órás karácsonyváró és egyben évzáró gála közönsége megtöltötte az Inkubátorház színháztermét, a színpadon pedig ígéretes tehetségek váltották egymást. A Fordenszertán Stúdió 19. éve működik Miskolcon nagy-nagy sikerrel, és nagyon-nagyon örülünk, hogy itt lehetünk, hiszen ezt mindig Miskolcon rendeztük meg. De nagyon öröm számunkra, hogy egyre több rendezményre vagyunk hivatalosak itt Szikszó városában, és egy nagyon jó kapcsolat alakult ki a várossal, és hogy a sok-sok rendezvényen itt lehetünk. Így ezért úgy gondoltuk, hogy most egy ilyen rendkívüli alkalommal karácsonykor kihoznánk ezt a karácsonyi gálát, és remélhetőleg
főleg Szikszóváros közönséghez is eljut, és egyre több olyan szikszói lakos is meglátogat majd minket, akik ki vannak éhezve egy kicsit a művészetre. Hiszen a mai nap mindenféle repertoár lesz, tehát lesz tánc, ami elég nagy repertoáron mozog, tehát lesz hip-hop, lesz jazz, lesz kortárs, lesz kicsit balettosabb és komolyabb musical táncok is lesznek. Belül egy 50-60 gyerek lesz ma a színpadon, hiszen nyilván nem teljes létszámmal jöttünk ki itt a helyhiány miatt. Egyébként a Ford Dance Latin Studio olyan 150-200 gyereket számlál, az ovisokat nem hoztuk ki nyilván most, mert ez egy kicsit hosszúra is nyúlt volna, meg lehet, hogy egy kicsit kaotikus lett volna a helyzet, de nyilván őket pedig otthon léptetjük majd fel az óvodában. Lesznek ugye ének számok is, két nagyon fiatal, tehetséges énekest fogunk bemutatni, ugye Oroszi Márkot és Gulyás Zorkát, akit ugye gondolom, hogy a szikszújak már ismernek, és hát meglepetés szinten ugye még én is mikrofont fogok ragadni, úgyhogy remélhetőleg egy nagyon-nagyon jó hangulatú gálát fogunk látni ma. Thank you.
Defibrillátort adományozott a Szíkszói Lions Club a Városi Uszodának és Sportcsarnoknak december 20-án. A készülék, amely a klub utolsó adománya, kiemelten fontos szerepet kap az intézményben, hiszen évek óta rengetegen és rendszeresen sportolnak itt. Talán az időzítés, ha így terveztük volna, akkor se lehetett volna jobb. Advent időszakára esik az az adományozási procedúra, amit ma szeretnénk itt megejteni. Életmentő eszközt ajándékozott a Városi Uszodának és Sportcsarnoknak a Szíkszói Lions Club. A városban ez az első ilyen eszköz, a helyszínre pedig azért esett a választás, mert sportlétesítményként több száz ember is megfordul naponta. Juhász Imre a klub elnöke elmondta, reméli sosem kell majd használni ezt a defibrillátort, ám ha mégis, nagyon egyszerű a kezelése, így akár egy gyermek is elboldogul vele, hiszen csupán a hangutasításokat kell követnie a használónak. A Szíkszói Lions Club és általában a Lions Klubok úgy tudnak működni, hogy különböző rendezvényekre szponzorokat győznek meg, környezetünkben működő vállalkozásokat, intézményeket, magánembereket, és az ilyen bevételeikből tudnak ők valójában jótékonykodni. Nekünk az elmúlt években, ugye közismert a szíkszóiak előtt, de azt gondolom, hogy egyébként itt a belső cseréháti emberek, abója emberek előtt is, hogy mi minden évben adventi koncertet szerveztünk, immár 22 éve, csak annyit, hogy Gregor Józseftől Zoránig mindenki, aki jó zenész, aki jó énekes, és mindegy, hogy milyen műfajban a legjobb, szerepelt Szíkszón. A legutolsó adventi koncertünk alkalmával beszedett, illetve hát összejött szponzori pénzekből még ez megmaradt. Szándékosan erre a célra is fordítottuk. Ez nem az ünneprontásnak a része, de jelen alkalommal 22 éves Lions Club záró adományozására kerül sor, hisz ebben az évben a Szíkszói Lions Club befejezi működését. Egyszerű okok, nem kell ezt magyarázni, az idő elmentés, kevesen vagyunk ahhoz, hogy azon ugyanazon a színvonalon, amit mi megteremtettünk, amit mi fontosnak tartunk, hogy mindenféle rendezvényeinkbe és adományainkba is az a színvonal jöjjön vissza, azt már ezzel a létszámmal nem tudjuk biztosítani, ezért úgy gondoltuk, hogy azt az értéket, azt a nívót, aminek a jutalmaként ugye kaptunk 2015-ben Szíkszóváros önkormányzatától egy közösségért díjat is, tehát azt gondoljuk, hogy ezt a nívót mi nem kívánjuk lejjebb adni, és utolsó adományozásként egy defibrillátor, egy életmentő készüléket adományozunk annak az intézménynek, ahol nagyon sok fiatal, idős gyermek korosztály megfordul. Bár mindannyian azt kívánjuk, hogy ne legyen sor, soha ne kelljen kivenni ezt a készüléket ebből a szekrényből, ne legyen egyetlen embertársulnak se olyan problémája, hogy ezt alkalmazni kelljen, de a biztonság azért az számunkra ilyen értelemben is talán megnyugtató. Sajnos nekünk van egy szomorú emlékünk is, egyik Lajos társunk 6 évvel ezelőtt egy rendezvényünkön rosszul lett, és lehet, hogy egy ilyen készülék segíthetett volna rajta, de már nem tudott. Tehát ez volt az alap motivációja ennek, hogy ennek az intézménynek és egy ilyen életmentő készüléket adományozunk. Mindannyian tudjuk, vagy tudjátok, hogy a Lions mozgalom, amely nemzetközi mozgalomként ebben az évben ünnepli a 100. évfordulóját, Magyarországon olyan 25-26 éve, és ebbe a kis városba Szíkszón tisztelet az alapítóknak pedig 22 évet ért meg. Tehát ilyen kis földrajzi környezetben, mint amilyen környezetben működik a Szíkszói Lions Club, tehát ilyen kis városban az országban sem működik, és hát tulajdonképpen 22 évet megélt ez a
mozgalom. A nyár folyamán, amikor a Szikszói Lions Club megkeresett azzal a célral, hogy szeretnének egy defibrillátor készüléket ajándékozni az intézményünknek, akkor nagyon megörültem, hiszen sportlétesítmény révén rengeteg gyerek megfordul nálunk, felnőtt sportolni vágyó ember. És a mai nap folyamán elhelyezésre került itt az uszoda előterébe ez az életmentő készülék, amit az intézmény nevében szeretnék nekik ezúton is megköszönni. Vedd át tőlünk ezt a készüléket, üzembe van helyezve, és azt kívánjuk, ezzel is egyfajta biztonságot adjon az itt megforduló, itt sportoló, itt tevékenykedő embereknek. Ez az életmentő készülék egy olyan készülék, egy okos készülék, aki bárki számára, hogyha használni kell, akkor hang alapján mondja, hogy hogyan kell tulajdonképpen ezt használni, és ezzel életet is lehet így menteni. Folytatódik a Szikszói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ munkáját bemutató sorozatunk, melynek célja, hogy önök közelebbről is megismerjék a központban igénybe vehető szolgáltatásokat. Ezúttal az intézmény időseket érintő feladatkörének egyikéről mesélt stábunknak Pongrácné Lengyel Andrea, az intézmény vezetője. Házi segítségnyújtás szolgáltatás az az idősek otthonába nyújtott ellátás. Úgy kell elképzelni a mindennapokban, hogy gondozó nő megy az időshöz, és ő segítkezik neki otthon, akár a háztartási feladatokban, mint a lakóhelységnek a tisztántartása, főzés, annak esetleg előkészítése, de ide tartozik az étkezés is, a fürdetés, a haj, körömápolás, sebeknek a kezelése, vérnyomásmérés, vércukormérés, gyógyszerelés, a gyógyszerek adagolásának, tehát a gyógyszerterápiának a nyomon követése, aztán az orvosi kontrollvizsgálatok időpontjának nyomon követése, tehát a gondozónő kapcsolatban vannak az idősek házi orvosaival is, illetve ebbe a szolgáltatásba tartoznak még az idősek kapcsolatainak ápolásában való segítkezés, tehát akár a családtagokkal, de a hivatalos ügyek intézésében is tudnak segíteni. Például, hogyha valamelyik közüzemi szolgáltatótól kapnak egy hivatalos levelet, akkor annak az értelmezése, postán a csekkek befizetése, bolti bevásárlás, tehát nagyon széles körű ez a szolgáltatás. A szolgáltatást igénybe venni úgy lehet, hogy kérelmet kell az intézménybe benyújtani. Ennek a kérelemnek van néhány melléklete, ebből az egyik melléklet, amit a házi orvos tölt ki. Ezen a mellékleten igazolja azt, hogy az idős valóban egészségi állapotát tekintve javasolt ennek a szolgáltatásnak az igénybevételére. A másik melléklet egy jövedelemigazolás. Na most, ha ezek beérkeznek ide, a kérelem a mellékletekkel együtt, akkor ezt követően a vezető gondozónő megkeresi az időst az otthonába, és egy úgynevezett értékelő tábla segítségével pontozza a különböző részképességeit az idősnek. Ennek a pontértéknek az eredményeként meg fogjuk látni, hogy az idős állapota szerint ő hány órás gondozásra jogosult. Ha 20 pontot eléri az értékelő táblában az ő állapota, akkor minimum egy napi, egy órás gondozást tudunk biztosítani számára. De ha ő úgy érzi, úgy gondolja, hogy neki erre több lesz szüksége lenne, akkor maximum 4 óra hossza az, amit házi segítségnyújtás szolgáltatás keretei között biztosíthatunk a szociális törvény szerint. Tehát 1 és 4 óra közötti intervallumban vehető igénybe a szolgáltatás. Jelenleg 22 gondozónővel dolgozunk ebbe a szolgáltatásba, és közel 200 idős veszi igénybe a házi segítségnyújtást a Szikszói járásba, tehát itt fontos azért azt kiemelni, hogy ez nem csak Szikszó településen, hanem a Szikszói járásba tartozó 24 település mindegyikén igénybe vehető és elérhető szolgáltatás. Szerencsére én azt mondom, folyamatosan bővül azoknak a köre, akik érdeklődnek a házi segítségnyújtás iránt. Egyre inkább a gyakorlat azt mutatja, hogy az időseknek a gyerekei vagy más rokon hozzátartozó az, aki megkeresi az intézményt, és először egy tájékoztatást kér arról, hogy mi is ez a házi segítségnyújtás. Ezt követően ők megbeszélik otthon az időssel, és akkor így kerül
sor arra, hogy kérelmet nyújtanak be, mi elmegyünk a helyszínre, és ezután megállapodást kötünk, így kerülnek be az idősek a házi segítségnyújtásba. A közel 200 ellátottból körülbelül 60-an vannak, akik Szikszón veszik igénybe ezt az ellátást. Szikszón 7 gondozónővel működik ez a házi segítségnyújtás. Fontos elmondani, hogy Szikszón még a katolikus egyháznak és a református egyháznak is van ilyen jellegű szolgáltatása. Az ottani gondozónőkkel nagyon jó kapcsolatot ápolunk, szoktunk együtt szervezni magunknak szakmai napokat, módszertani napokat, vagy ha valamelyikünk szervez, akkor a másikat erre meg szokta hívni, úgyhogy fontosnak tartom, hogy az együttműködés az meglegyen közöttünk, hiszen mindegy, hogy ki a fenntartó, de mindnyájan az idősekért dolgozunk, és az ő mindennapjaikat szeretnénk megkönnyíteni és jobbá tenni. A házi segítségnyújtás szolgáltatás 500 forint per óra személyi térítési díj ellenébe vehető igénybe a szikszói járásba. Ez alól két település kivétel, Alsóvadász település és Szikszó település, ugyanis ezen a két helyen a polgármester átvállalta a polgármesteri keretből ennek a térítési díjnak a felét, tehát így ezeken a településeken azok az idősek, akik igénybe veszik a szolgáltatást, ők 250 forintot fizetnek óránként. Úgy történik a térítési díjak befizetése, hogy a hónap végén, amikor beérkezik a gondozónőtől hozzánk a napló, amiben minden nap vezeti a tevékenységet, hogy az idősnél mit végzett el, hány órától, meddig tartózkodott ott, és az idős ezt az aláírásával igazolja, a hónap végén beérkezik ide az intézménybe ez a napló, abból kiszámoljuk, hogy mennyi gondozást kapott az idős, és így állítjuk ki a számlát, és így kell a térítési díjat befizetni. Fontos megemlíteni, hogy akiknek a jövedelme 50 ezer forint alatt van, ők ingyenesen vehetik igénybe a szolgáltatást. Ebben az esetben a települési önkormányzatok fizetik ki a teljes önköltséget ezeknél az időseknél. A működési engedélyünk szerint tudjuk még bővíteni az idős igénybevevőknek a létszámát, és ez így is szokott történni, mert várólistára tesszük azokat, akik szeretnék a házi segítségnyújtást igénybe venni, de mondjuk éppen abban a pillanatban, azon a napon nincsen üres kapacitásunk, akkor várólistára tesszük őket. Igyekszünk néhány nap alatt, vagy rosszabb esetben egy-két hét alatt mégis megoldani, hogy ha csak egy fél órás gondozást is kapjon, de bekerüljön hozzánk az ellátásba, és amikor már olyan szintre duzzadt az igénybevevőknek a köre, hogy többen lennének az ellátottak között, akik nem fél órát szeretnének, hanem azt, amivel eredetileg hozzánk fordultak, egy vagy két óra hozzát, akkor egy újabb gondozónővel bővül a csapatunk, és akkor az időseknek meg tudjuk emelni a gondozási szükségletét. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, Kucsma Barbarát látták a Szikszó TV 2017. évi 52. heti híreivel. Engedjék meg, hogy a Szikszó TV dolgozói nevében sikerekben gazdag, boldog új esztendőt kívánjak Önöknek. Híradónk anyagait visszanézhetik a Szikszó TV Facebook oldalán, ahol megoszthatják velünk észrevételeiket, ötleteiket. Egy hét múlva friss hírekkel találkozunk, a viszontlátásra!